Újra akarta illeszteni a társadalmat, viszont Cirno duplázik. Ria már harmadik fregénét tart, 2v2-ben maradnak. Riát le tudja lőni ablakból, Short Monkey. ORL, hopp, infóti szeres róla és lelövi. Duplázik ORL a végén. Mi volt ez a kaotikus kör? Viszont még egy Astra ulti kiérkezik, az ulti előtt még bepikkelt Cirno. Szerencsére nem halt meg, a borítást is érkezik, és itt vajon át fog jönni Marcika a flash-sel. ORL triplázik közben, áttolja rövidet. Gyönyörű játékot lesz akadémia válaszként, egyből gyorsan be fogja tolni B-rakót, hisz kijött a Cyphernek az ultia, látják, hogy csak egy játékos van kiszorulva B hosszún, de arra még egy freget be tudott szórni, viszont Short Monkey válaszol erre, ezt lelőtte. Killjoyt, és Arra-nak még egy frag beakadt, így van, 3v3-ba marad. És bejön infót szerezni, és gyorsan vissza is ment infóért, már 3-nál jár Arra-l. Ultimate még közben a társát újra próbálja éleszteni, tubát lövés, és kimennek rakóról. Mennyire jó döntés lehet ez, úgyhogy tisztában vagy azzal, hogy van még egy Killjoy, illetve egy Bridge ultid. Kitalálod, és belevágsz, és végigcsinálod, akár online is. Ez kell a kiváló teljesítményhez. A Magyar Nemzeti e-sport bajnokság támogatója a KNTH. Dönts okosan, KNTH, az innovatív bank és biztosító. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál. Játsz több mint 100 játékkal, és fedezd fel a következő kedvencedet! Lépést tartunk életeritmusával. Az NKM-ből MVM lett. Vállalataink szakértelmének összehangolásával most még jobb szolgáltatásokat nyújtunk. MVM. Otthonunk energiája. Hoppá, hoppá! Itt az özön, de nem a vízözön, hanem az e-sport egy nyereményözön. 5 évesek lettünk, így most 55 napon át nyerhetsz mindenféle csuda jó dolgot. PC játékok, skinek és in-game ajándékok várnak rád. Regisztrálj egy e-sport egy fiókot és vegyél részt a napi, valamint heti játékokban. Húzd be garantált ajándékokat és sign ring be a fődíjért. Mire vársz még? Ne hagyd, hogy ez a lehetőség elúszon. Csatlakozz még ma az e-sport egy közösséghez. Fújjuk is az estét, üdvözlünk újra mindenkit, és hát középen egy új arc, nem tehetem meg, hogy nem veled kezdem, üdvözlök a műsorban, Scorch, hogy vagy ma este? Odinokban gazdag, szép estét kívánok mindenkinek, bár nem volt bennük hiány, kiválóan vagyok, köszönöm szépen, és ti hogy szórakoztok? A körök hiányoznak szerintem, itt Cupival arról beszélgettünk, hogy elég egyoldalú estének néztünk elébe, meglátjuk, hogy a fél idő után a másik kettő mérkőzés mit tartogat magában, itt van egy 13-8, meg egy 13-6, amit már fölvéstünk az eredményjelzőre, szoros meccsek egyelőre hiányban, de reméljük, hogy most jönnek. Igen, mind a két meccs egyébként úgy kezdődött, Scorch, hogy teljesen szoros volt, ilyen 5-5, 4-5, 6-6 volt itt a második meccsen az első félidő. Utána pedig a nyertes csapatok az ITHR, illetve a Level Up tudta dominálni a mérkőzést. Második meccsen már egyébként itt voltam végig, meg az elsőnek a végére is befutottam, úgyhogy abszolút képbe vagyok. Köszönöm szépen azért a tájékoztatást. Azért nem voltak olyan, igen, azért nem voltak olyan rossz meccsek, de hát reméljük, hogy a java még hátra van, hiszen van még két meccs, hogyha jól tudom.
Így van, nézzünk is nagyon sem a menetrendünkre, hiszen már tudjuk, hogy hát az előző hetekben nagyon-nagyon-nagyon híres Wild Multigaming lép majd most pályára, hiszen itt tényleg a leghosszabb utat járták be, ami a kvalifikációkat illeti, hiszen ők voltak, akik legtovább jutottak a Vitality-vel, illetve a Big-gel is tudtak játszani, ott alul maradtak ugyan, de talán most a Plague nem lesz egy olyan nagyon nehéz préda számukra, úgyhogy a Wild Multigaming először pályára a Plague ellen, utána pedig majd értem szerint a Honvéd, a Békés Csabai Esport Egyesület ellen. Ez a két B1-es meccsünk van még hátra, és én azt mondom, nézzünk is akár egy mobban, hogyha tudunk, Matyi, a producerünk, hiszen el tudjuk mondani elvileg. Amint megkapjuk. Amint megkapjuk, igen. Amint megkapjuk. Minden bizonnyal. Itt van, köszönjük szépen. Breeze nem fogunk látni, a Team Plague távolította el, aztán Iceboxot vétózott a Wild, Split és Bind is sikerült a képből, végül Ascent is a Plague által, és végül tehát Heaven-ön fogunk landolni. Egyet tartják a csapatok azt, amiről beszéltünk, Cupi, hogy minden BO egy másik pályán zajlik. Ez nekem nagyon tetszik itt az MNEP KNTH Valoranton. Így van, még az utoljára befogásni lehet, hogy akkor a Honvéd meccsen egy Icebox vagy egy Breeze, amit nem láthattunk még. Majd kiderül. Mit láttok a esélyekre ezen a mérkőzésen itt a Wild, illetve a Plague összecsapásán, ki a favorit? Bár ez szerintem elég egyértelmű. Wildot mondanék abszolút mindenképpen, de egy jó meccsnek nagyon szívesen lennék szem és fültanúja, úgyhogy azért bízom benne, hogy a Plague-es rácok meg fogják tudni szorongatni majd a Wildot. Így van, én is ezt mondanám egyébként, hogy teljes mértékben. Örülnék egy szoros mérkőzésnek, viszont úgy gondolom reálisan, hogy a Wild egy nagy arányú győzelmet fog majd itt véghez vinni. De hát BO1, bármi megtörténhet. Ezt láttuk az első mérkőzés, hogy a Heat Gaming meccsen, hogy tényleg bármi megtörténhet. Ez itt a KNTH MNEP Valorant első gyakorlatilag napja, de ahogy mondtuk, az alapszakasz nagyon sokáig fog tartani, és nem nagyon jöhetett volna létre értelemszerűen a KNTH Magyar Nemzeti Esport Bajnokság hivatalos névadó szponzor nélkül, a KNTH nélkül, illetve a verseny Kiura, a Hunes versenyszervező oldal nélkül. Az orvos versenyek lebonyolítója az Esport egy, a hivatalos gaming és esport üzlethálózata a KNTH Magyar Nemzeti Esport Bajnokságnak a konzolvilág. A további támogatóink az NKM, a Nissin, az Esport Milo és a Trendency, és a Valorant verseny szponzora, felson kívül még az LG is, négy a partnerünk pedig az Esport 1 és a PC Guru. De nézzünk rá a főszereplőkre, a line-upokra, érkezzen a Wild Multigaming először a képernyőre, talán az esélyes csapat itt a elemzőink, illetve a kommentatoraink tippjei alapján a képernyőink, hát Huszár, Arbi, Csadi, Quixi és Ike, értelemszerűen az ötösük, azért tényleg talán világhíre is szertett itt, azért eléggé sokan megismerték ezt a logót, úgymond, ez a kis mancsot. Mit gondoltok erről? Én elmondtam szerintem a felvezetőben, hogy teljesen én meg vagyok elégedve, illetve szerintem magyarok is büszkék lehetnek egyébként arra, amit itt a Wild Multigaming csinált itt a nemzetközi kvalifikáción. Oké, nem sikerült leverni a Biget, se a Vitality-t, viszont mind a két mérkőzésen jól játszottak, kezükbe is volt a mérkőzés, sajnos nem jött össze úgy, ahogy ezt ők tervezték, meg aminek mi is örültünk volna, magyarok, viszont ezelőtti két mérkőzés előtt, a Big, illetve a Vitality előtt tényleg elverték a papíron jobb Heatet, ITHR-t, tehát szerintem jó teljesítményt mutattak. Magyar hangom cupix volt, magam sem foglalhattam volna össze szebben, úgyhogy igazából nem is főznék hozzá már mást. Nézzük az ellenfelet, a Team Plague-et, akkor az ő felállásokat is tegyük képernyőre. Itt van egy kis csere előleg, de az elején nincs. Daron, Kritz, Rocco, DRX 4-ese marad, és Zotyi helyett majd SLT a cserejátékos lép pályára. Indoklás pedig az, hogy az internet jelleg rosszankodik, és nem működik teljesen Zotyinál. Úgyhogy cserejátékos lép pályára a Plague, de hát ez ma szerencsét adott az ITR-nek. Ők is cserejátékosra játszottak, Cupix, és nézzük, lemosták az ellenfelet a pályáról. Ez valami ilyen rituálét ma? Így van, úgy tűnik, hogy szeretik most bevetni a cserejátékosokat, bár ahogy hallottuk a Hackstrax interjúban, azért ez a szimplős csere náluk nem volt annyira tervezett, kis cserben hagyásos gázolás, vagy egy régi interjúból idézzek. Hát meglátjuk, hogy itt a level up-nak mennyire fog szerencsét hozni csere, ugye SLT személyébe, és akkor egy 30 másodperc múlva is kezdjük itt a harmadik mérkőzésünket a mai nap folyamán. Plague, illetve a Wild fog összecsapni. Mit gondolsz itt a
ügynökökről, Scorch, láthatunk valami furát, vagy a megszokottakat? Én azt gondolom, hogy itt most minden csapat egyelőre törekszik arra, hogy a nekik kényelmeset hozzák. Ez lehet, hogy a megszokottól talán egy picit eltérő, de nem feltétlenül hinném azt, hogy itt hatalmas taktikázásokba mennek még itt a szezon elején a csapatok, aztán majd később kíváncsi leszek, hogy ez hogyan alakul. Meglátjuk egyelőre, akkor lássuk, hogy itt az első körben mi fog majd történni. Így van, és Krizgod, és itt DRX is fogja várni Frenzy, illetve egy klasszik személyébe, hogyha erre jött volna a Wildmood Gaming, viszont nem. Itt Vérakorna akarnak bemenni, a Killjoy út, nagyon jó, Killjoynak a képessége nagyon jó időben lett kinyomva. Viszont Vixi elkezdte tenni a bombát, Daerun ugrik fel Rakónak a tetejére, és le tudja lőni Chaddy-t. Illetve a Krizgod is válaszol, Vixit tudja lelőni, DRX közben lelövi Arbyt, 5v2-be. A Plague, így kéne ritékelni ők, mondhatni könnyű, viszont itt jön a Viper-nek a képessége, rádobja a bombára, viszont lesz bőven idő. Így van, és le is lövi a SLT-ikkét. Hát egy flawless riték, Scorch, meg is érkeztünk. Az érdekelne nagyon, hogy a PLG mennyire készült esetleg most erre a körre, mert hát úgy nem tűntek meglepetnek, nagyon is felkészülten kezelték ezt az egészet. Szép játék volt, meg is érte azt az egy kört, és ahogy itt a kör végén hallhatjuk, flawless. Tényleg az volt. Így van, én még az előző monológhoz, ugye az ügynökök szempontjából én azt hozzátenném, hogy szerintem ezen a pályán nagyon fontos a Viper. Én ahogy láttam a metát itt az elmúlt hónapokban, amit most láttunk Ikkétől, hogy a támadók ritékben rádobálják a Vipernek ezt a két savat, ezt a molotovot rádobják, ezzel köröket lehet nyerni, akár még meccset is, hogyha tényleg nagyon jól használják. Tehát ezen a pályán szerintem nemzetközi csapatoknál mindig van egy Viper. A Plague most nem úgy döntött, hogy elhozza a Viper, de lehet nem is lesz rá szükségük. És Daeron hatalmasat fejjel a marsalra. Hoppá! Aztán csoda, hogy válaszol viszont. Nem rossz a pozíció, és jó a vakítás is, viszont kill nem származik belőle. Arbi résen van. Lehet befelé menni. Árakúra akár. Ember előnyből lehet támadni, viszont azért ott a HP-k megcsappantak igencsak. Ja, viszont DRX lezárta itt hátba, tehát ha jól sejtik, és szerzett elég információt a Plague, hogy nagyon sok wide-os játékos van a bosszun. Ekközben Chaddy egy hatalmas marsal fejet lő fel, tételezem Krizgodra. Esetének kéne itt a Chera játékosnak nagyot rakni, de nem jön össze, és Hussar le tudja őt lőni a sheriffel. DRX 1v3-ba kéne megpróbálni ezt a ritéket egy spektre, ezt a kevés életelő ponttal. Hát ez nem lesz egyszerű történet, sőt, mondhatnánk, hogy szinte lehetetlen. Igen, pláne így, hogy kijött a Vipernek a füstje. Tehát úgy tűnik, az Echo-t így le tudja hozni a Vides, még egy füst érkezik Arbitól. Próbálkozik DRX, egy megvan. Lehet-e még menni tovább, most már nagyon kezd ketyegni itt az idő, de duplán píkelnek rá Huszárék, és így bizony, ahogy mondod, megvan ez a második kör a Wildnak. Hát amennyire nem volt kérdés az első körben, most úgy érzem, hogy itt a Wild részéről sem volt kérdés a második kör. Igen. Hát egy Echo kört így kell lehozni. Ghostokkal, sheriffekkel. Most meglátjuk, hogy ismételten tud-e egy ilyen szépet entrizni, amit láthattunk Darontól. Most SLT veszi rá a marsat, viszont a többiek echoznak. Lesz majd a következő körre pénz. És egy kis technikai botlás sajnálatos módon most se maradt ki a mérkőzésből, de reméljük ismételtem pár perc alatt megoldódik ez. Igen, jól láttam, akkor egy game restartra lesz szükség, az nyilván nem telik túl sok időben. Így van. Ha jól tudom, egyébként ugye 10 perc technikai szünet áll rendelkezésére minden csapatnak. Így van. Tehát ez nem fog ennyit igénybe venni. Hát ez már másodperc a kérdése. És amit még itt felvezettem, ugye, hogy a Vipernek az a sava, amit ki tud dobni a bombára. Emellett még ott van a Killjoynak is a kis molotovja, amit rá tud dobni a bombára. Ezt, tehát én úgy gondolom, hogy a Vipernek a ügynök választásai, a komp, amivel összeálltak erre a pályára, az tökéletes rá. Tehát ott 4 gránátot ki tudsz dobni támadóként afterplantba a bombára, nincs idő felszedni. Így van, nagyon erős afterplantokat hozhatnak össze, úgyhogy igazából nem lesz egyszerű dolga itt a Plague-nek. Meg kéne akadályozniuk
hogy idáig eljusson ez a történet, vagy legalábbis ki kéne szedni azokat a karaktereket, akik erre képesek, de hát ugye már az első körben is láthattuk, hogy kényesen ügyel rá a Wild Ike esetében például, hogy ez véletlenül se legyen olyan egyszerűen kivitelezhető. Ha jól látom, viszont csapódunk is vissza, harmadik körrel érkezzen a folytatás, egál egyelőre a történet. SLT, ott van neki a nyitó, és ott van még egy SLT-nek, DRX-ről viszont tudnak, gyógyítja magát flash-sel, kimegy a következő játékosra, és megvan DRX-nek. Huszár. Pixi. Jézusom, próbálkozik még, hát ez nagyon kemény volt. Gyönyörű játék. Ó, na most már kevésbé esnek be azok a fejek, de lehetőség még van, probléma nincsen, SLT továbbra is remekül van itt backside-on, köszöni szépen. Erre tovább, hát... Harmadik frag eddig nem akar összejönni, Chedit le tudja tegelni, viszont Chedi most már visszalövi SLT-t a Phantommal, 2v4-re alakul, illetve fölhíleli itt magát a Sky. És már két játok is, és a Plague-től átorientálódott B-rakóra, illetve ami nagyon fontos, hogy DRX egy Phantomot fel tudott venni a elhulló huszártól. Chedi-től kijön az ulti információ, van, hogy egy játékos jön hátba, illetve hogy a többi több, mint valószínű rakón lesz. DRX-nek kéne itt, nem is Phantommal, hanem Vandallal lelőni egy X-it. Ez nem jön össze. Egy ilyen lőre is nézd meg, mennyire jó a pozíciója. Át tudja tolni a falat, és leduplál itt a végén. Hát nem gondoltam volna, hogy ezt az Echo-kört igazából van esélye megnyerni. Jó. Esély mindig van megnyerni, csak nem olyan sok. De hát... SLT-től ez a két fejes az elején a Marshall-lal gyönyörű volt. Figyelj, én mondom neked, hogy mi itt a történet. Az van, hogy lesz egy szoros első félidőnk, és utána a második félidőt meg nagyon erősen megnyeri valaki. Láttad már valahol ezt a forgatókönyvet esetleg? Igen, azt hiszem egy órája, illetve két órája az előző mérkőzéseken. No. Hát azt mondom, ne legyen igazad, lássunk egy szoros mérkőzéset a végéig. Egy kiélezett, egy akár kettő kör győzelmes meccse, de Aronnak nagyon jó, Arbit tudja leentrizni. 5v4, illetve a Plague-nél a Phoenix-nek is van most már ultija, és azok, hogyha ezt szeretné használni, az előnyükre válhat. Volt itt info még egy játékosról, ember előny a Plague-nél, ideig nagyon szépen kezdik a köröket egyébként, az elmúlt kettőt legalábbis mind-mind nyitánnyal tudták magukénak. A kérdés, hogy ezt is behúzza-e. Majd a szemben B-rakóra érkeznek huszárék, kisvártatva, Chris Godot láthatjuk majd itt akcióban. Igen, nagyon jó lesz, hogy a robotnak van kontaktja, felhúzza a molotovot, még ki is speakerre valószínűleg. Így van, a füstök jönnek a váltól, tehát ezt meg akarják akadályozni, amit Chris Godot tervez. Illetve a Sage fal nagyon jó Quixitől, jó helyre húzta fel, viszont még így is, ha lekerülne valahogy a bomba, 5v4-be kéne ritékelni, és DRX-nek jó az ultia, viszont a flash már nem, Chedi tudja őt lelőni. 4v4, viszont SLT válaszol, hisz Huszát le tudja lőni. És nézd meg, Rocco megpróbál még bemenni, Ike viszont le tudja őt lőni, illetve Chedi. 2v3-ban marad a Wild, viszont Dairon duplázik ebbe a körbe, és SLT fejezi be. Hát itt volt esélye a Wildnak, hogy visszajöjjenek, de Dairon megérkezett. Amint lekerült a bomba utána, kinézett és duplázott. Összességében pedig 3K-t láthattunk tőle a körbe. Hú, az a dupla. Hát eldöntötte a kört. Egyébként jól csinálta a Wild-ot, duplán akartak píkelni, hát... Sikerült. Daironnak is a két fej. 3-1 ezzel. DRX-el vártam ott a nagy multikilt, amint láttam, hogy robbant. Igen, csak a flash-ét elrontotta sajnos. Megpattant a falon. Emlékszem, amikor valorantoztam, én is szerettem a Phoenix-et, de ugyanígy dobáltam a flash-eket. Általában én meg a társaim vakultak benne. No. Dairontól érkezik az infószerzés viszonylag gyorsan. Ezt azért a lassítás akadályozza nagy mértékben, teljes mértékben ki tudnak vonulni a Wild-os játékosok huszár kivételével. Hosszúra, Daironnak viszont megvan a nyitány. Kérdés, hogy jó, el tud menekülni. Nem érték őt utol, viszont már érkezik is mögötte a farkas, ami egyelőre nem talált célt, Ike viszont elkapja Dairont, válaszolnak rá toronyból. Kérdés, hogy megy-e tovább most a Wild, vagy visszább lépnek inkább. Egyelőre, mintha Chadira várnának, de szép lassan a Spike elkezd visszább vonulni. Így van, az utóbbit választották az említetteit közül, viszont
C, illetve B rakón is azért találhattunk még a Killjoy-tól utility-t, tehát oda egy fokkal nehezebb lesz bemenni. Így van. A vágyjátékosainak, pláne, hogy Sheriff van Quixinél, illetve majd látom a Chedi, illetve másik játékosnál se a legjobb fegyverek vannak. Meggyőződtek róla, hogy nem lesz itt flank, amit emberelőnyben a Plague úgy dönt, hogy nem lényeges, nem számít, és visszatérnek. A vágyjátékosai, indul az offenzíva, és lebukik a tornyos játékos, ráadásul Ike végez is vele. Innentől kezdve üres a rakó, és érkezik a Viper ulti. Hát ezt most nem lesz egyszerű visszafoglalni. Igen, mert Chris God érezte nagyon füstön, viszont Teseltének nagyon jó lehet a flank. Ha társai CT-ről esetleg tudnának neki egy kicsit terelni, bételni, akkor Teselté megérkezhet itt hátba. Nézd meg, nagyon várjuk. Nem, itt rá Quixi. Igen, és a Vipernek kijött az ulti, azért ebben nagyon nehéz lesz belejönni, DRX próbálkozik egy flash-sel belejönni, viszont Teselté le tudja lőni Quixit, Ike triplázik, Ike már negyediket lövi, leászolhat Ike, 2v1-be maradnak. A flash nagyon jó rá, viszont közel jön, ugye közelre nem bukja le, és Ike leászol! 5 kill. Egy szemébe gyeri meg Ike ezt a kört a Wide Multi Gamingnek. És ha jól tudom, akkor az első ászunkat is avathatjuk. Így van. De Valorant emneben. Most már csak ezután a 6 kill, ugye? Hogyha a Sage újraéleszti valamelyiket, akkor egy 6-ost még lehet látni. Ezt nem is tudom, hogy hívják, ugye az 5-ös az ásznak szoktuk hívni, 6-os pedig... Jó kérdés, mint valami szót ki kell rá találni. Kezdem most egyébként itt a pénzügyi helyzete most kicsit könnyebb lett itt a Vágynak, hisz egy ekókört tudtak nyerni. Megsegíthet a későbbiekben. Egyelőre úgy látom, hogy most megint középre orientálódnak, ott hagyják ezt az ás történetet. Dironnál itt van egyébként az operátor, úgyhogy lehet, hogy ez is a jó döntés. Ike? Hát mint az előző kör. Pont ugyanúgy alakul ez is, ott a nyitó neki. Itt lehet bejönni most már rövidről is. Esetén lesz itt bajban mondom én, de Ikét le tudja szedni. Jó a vakítás is, viszont nagyon közel van ennek ellenére Esetén. Még egyet tud húzni, 3v3 alakul ki, a Spike viszont le fog kerülni. Igen, és Esetének nagyon jó a pozíció. Ó, Esetén. A harmadik kéne árbit is le tudja lőni. Nagyon képes-e leászolni, mint az előző körben. Négyet lő Esetén, és Rokko fejezi be a kört, és ezzel föl tudják szedni a Spike-ot. Hát mekkora multikilleket látunk ebbe a két körbe. Előző körben Ike nyeri meg egy ásszal a kört, most pedig Esetén ezzel a gyönyörű négyessel. Hát szinte túlzás nélkül merem állítani, hogy eddig a legkiélezettebb mérkőzésünket láthatjuk. Ennek ellenére most már két körrel vezet a Plague. Így van, és már előző körben azért említettem, hogy talán a pénzügyi helyzete jobb lesz a Vágynak, de elbukták ezt a kört, és úgy tűnik, hogy nem. 2600-700. Ennek ellenére egy force-szal fognak próbálkozni. Láthattuk már ugye, hogy képesek lehozni ezt, illetve mai mérkőzések során, hogy magyar játékosok azért szeretnek force-olni és megnyerni azokat a köröket. Viszont a Plague az most egy teljes vásárlással, ugye láthatunk Dauron részéről egy operátort is, illetve Phantom Vandálok mindenkinél. Megint az az A tűnik a végcélnak, legalábbis itt a kör elején egyelőre, Esetén most azonban itt helyezkedik el. Érkezik a támadó oldalról a Killjoy ulti. Ki lehet lőni falon? A Rokko nagyon érzi, hogy hol kell lőni, viszont lehet, hogy nem tudja kilőni a Killjoy ultiát. És akkor Rokko be is fog ide rakóra szorgulni, ez ajaj. Egy easy, könnyű frag lehet Tavágynak, így van, Quixi tudja lelőni itt a Sheriff fel, és egy üres rakóra jutnak be öten. Hát... igen. Kiérkezett az Astra, illetve a Killjoy ulti. Nem sokat tudtak ellene tenni a Plague játékosai, Rokko még falon megpróbálta kilőni, de úgy tűnik, hogy a Guardiannal azt nem lehet átlőni. No, hát... Nézd meg, ultimate nélkül kéne valahogy ritékelni hát a Plague-nek 4v5-be. Kicsi esélyét látom. Így van, de meg fognak vele próbálkozni mindenképp esetét. Már láttuk, hogy akár 4-et is tud lőni egy körbe, ez most nem jön össze, és Sebi le tudja őt lőni. Chedi, bocsánat. De Iron próbál még itt az ultiával a késekkel beszúrni egy prejest. Ebben a lát nem akad össze, nagyon közel volt, de Arby le tudta lőni ott a Spectrével. És hát DRX még egy exit fraget beszúr, és utána mentik ki a két fegyverüket. És hát bátor vállalkozás volt ott azt a Killjoy ultit megpróbálni kiszedni falon keresztül, de
Az most nem fizetődött ki. Igen. És ha jól láttam, még flash-e is volt, ugye mielőtt berobbant, egy flash még kidobott oda a rövidre. Ha lehet, hogyha tényleg időbe kijön Rocco, akkor egy flash-ével akár könnyebben tudták volna megpróbálni ritékelni ezt a Rakót. De ha sikerült volna Rocconak kilőni az ultit, akkor megnyeri a kört a csapatának. Ez így van, ez nyilván egy high risk, high reward történet lehetett volna. Ez most nem így jött ki, úgyhogy egy körre ismét a Wild. Dairon, wow! Hát nem ő, de jól jönnek ki végül így a fregekből a pléges játékosok. Most viszont érkeznek a válaszok, illetve a támasztás is Quixitől. Így a 3v3-ban a HP előny viszont a Wildnál landol. Ja, most emiatt egy kicsit talán jobban áll a Wide, a 3v3 szituáció. És az az ulti. Ne felejtsük el, hogy a Killjoynak az ultia még ott van. A függetlenül, hogy most a Skye szerzett információt az ultival a Wide részén. Rokkóval fognak itt találkozni. Akit kiszerítenek Rokkóról, viszont Huszárnak nagyon jó lehet a flank. Hát minném, hogy erre Rokkó számítani fog. Így van, Huszár le is tudja lőni Rokkót, Krisgoddal fog még összetalálkozni. Viszont Chris Goddot nem tudja lelőni, már van információ is róla. Viszont 1v3-ban maradt közben Chris God, attól függetlenül, hogy van ultimétje, ez mondhatni hozhatatlan a számára. Kérdés, hogy megpróbálkozik-e egyébként? Nem minden, hogy az ultit megpróbálja elpucsékolni egy papíron nyerhetetlen körre. Igen, de azért esélyt adni próbál ki. Infót szerezni, egy játékosról már meg is van, számíthat rá, hogy a második az ő kontaktjára píkel, erre viszont szükség nem lesz. Pedig ezt a kört, 4-4, egyenlít a Wild. Nagyon fontos volt Huszártól egyébként, hogy ott flankelt. Igen. BA átkötőbe, mert hogyha nem flankel, bemennek mind a hárman a Rakóra, akkor ott van a védekező játékosoknál, a Plague-nél, a Killjoynak az ultia. És hogyha azt leteszik ott átkötőbe, akkor összes pozícióról kiszorulnak az arról a játékosok a Wild részéről. Tehát egy tökéletes döntést láthattunk Huszártól. És ahogy nézem, el is fogyott itt a Plague-nek a pénze, hogy esetleg több Phantom, illetve Vandalt vegyenek. Tehát most itt egy kis spórolást láthatunk majd ebbe a körbe, a következőre. De hát láttuk a Wildot is, hogy képesek pisztollyal megnyerni a kört, tehát ne vegyük el az esélyét annak, hogy a Plague válaszol erre. Így van. Illetve a Plague-nek is sikerült a második körbe. Most ráadásul... Most kérdés, hogy hogy játssza ezt meg természetesen a Plague, de ugye lesz itt ulti bőven majd. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy kör a részükről még mindenképpen benne kell, hogy legyen ebben a fél időben. Így van. Ami abszolút nem hangzik rosszul. És egyébként a szoros fél idő már most is megvan, de azzal meg még inkább meg lesz. De mennyire használnád el itt az ultikat, hogyha Plague-es lennél ebbe a pisztolykörbe? Vagy hogyha esetleg körközben úgy alakul, hogy egy sheriff, marsalfejes becsúszik, akkor utána mondjuk 5v4-be már akkor azt mondjuk, hogy használjuk el és próbáljuk. Hát igen, az már egy kicsit olyan vállalhatóbb történetnek hangzik, de persze láttunk már a Plague-től vállalkozó szellemű döntést, és igazából sokszor be is jött nekik, rengeteg entry-vel tudtak kezdeni, nem sokára ki is derül, hogy akkor hogyan is fog zajlani ez a kör. T-hosszún érkeznek befelé a játékosok, DRX, jaj, éppen hogy, Huszár közben középről próbál B-rakóra bemenni, Quixi pedig tartja az A-pust, és jól teszi, hogy tartja, Dairon kijött ide, viszont Quixi túl kíváncsi lesz, akkor csúnya véget is érhet számára ez a történet. Egy nagyon jó timingot csípett el, Huszár lelövő viszont nagyon jó timingot csípett el Dairon, már nehéz a sheriffel azért multikilleket lőni. Nem csúszhat el a rotája, Rocco le tudta lőni, hátba kell lőni, de Daironnak viszont csak egy játékos sikerül, és a pozícióját se elárulta, viszont DRX le tudja lőni, Huszár 2v1-hisz, Dairon még falon kilövi Arbit. Igen. És nagyon jó kijön Dairon, viszont szerintem ikkére nem fog számítani, hogy itt moziból kinéz. Abszolút nem. 1v1, viszont ez nagyon szoros egy Echo körhöz képest a Plague részéről. Nagyon jól jött ki eddig a Plague, kérdés, hogy Ike innentől hogyan tovább. Elnézés megvan Ikének, Jézus Mária. Hát ez szorosabb lett a Wildnál, nagyon szoros lett. Egy V2-t kell Ikének hozni. Ha meccset kéne egy körben összefoglalni, akkor én ezt a kört mondanám annak, nem? Igen, igen, egyenlőre tényleg ennyire szorosak a körök. Meg ahogy az állásból láthatjuk, ugye 5-4 a Wildnak, de
de nem kell lebecsülni a pléga. Hogy az előző kör elején mondtad, megmerik húzni a pléjeket, és attól függetlenül, hogy egy papíron jobb Wild ellen játszanak, nekem úgy tűnik, hogy bátrak, nem félnek igazából tőlük. Igen, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon szimpatikus ez a hozzáállás a részükről. Na, de lássuk, hogy mennyire lesz kifizetődő. Daáron megint érkezik ki itt röviden, ezt már sokszor láthattuk tőle, és szerintem most már számít is rá a Wild, vissza is zavarják őt. Rokó, így nem lesz meg neki, Quixi nyeri meg ezt az 1v1-et, Daáron viszont a sajátját el tudja hozni, így egál egyelőre a helyzet. Nyilván tudod vele szépíteni, viszont még mindig ott van a Plague-nél a Killjoy-nak az úgy. Így van. Lehet, hogy érdemes lenne valamelyik rakót itt átadni ritékre, és úgy tűnik nekem Daeron így is dönt. Jó, hogyha a Wildosok bejönnek arra, majd Killjoy ultival ritékeljük. Teljesen jó döntés lett válaszként, a Viper tud majd Killjoy ultira válaszolva egy hoppá ultit kiszúrni, viszont Daeron füstön tudja lelőni Quixit. 4v3, lekerül a bomba, Ikke már plantolja is a Psyche-ot. Így van, és nézd meg, ki is jön a Killjoy-nak az ultia. Az a baj, hogy így ki fognak jönni. Már mondjuk Husszár valahogy le tudja még Daeront lőni, viszont ki kell jönni a Viper ultiból, hisz bele fognak stunnolódni akkor. És tudni fogják mind a három játékosnak a pozícióját. Ó, SLT, nézd oda, és hát persze. SLT, sikerül-e megérkeznie, nagyon sok múlik most rajta. SLT-nek megvan egy Arbi Trader rögtön, Ike még itt van, leszedi, és megint egy DRX Ike párbajt láthatunk már oly sokat gyára. És lássuk be, hogy itt most Ike-nek van viszont helyzeti előnye. DRX, jó helyen kapisgál, de Ike nyeri megint. Kicsit furcsa volt számomra, hogy esetén nem mehet pékelni. Úgy tűnt, hogy nagyon biztosan akarta megoldani. Szerintem tudták, hogy egy-kettő játékos legalább ott abban a sarokban lesz. Esetén nem szeretett volna ilyen 1v1-et, 1v2-t vállalni, ezért vette elő a füstöt. Nyilván így kívülről jobban látjuk, hogy csak elég lett volna, hogyha píkel, és akkor talán le tudta volna lőni a Wildos játékosokat, viszont Ikétől a Viper ultival gyönyörű klácsot láthattunk. És hát előkerül az igazából, amit itt felvázoltál egy pár körrel ezelőtt, hogy nagyon sokat vihet még ez a Viper, és tényleg nem csak ahogy Ike forgatja, hanem a képességek önmagában. Most viszont Daeron megint itt a szeren, hát Chedi gyorsan válaszol rá, SLT. Nem lesz belőle semmi így, hiszen a Wild már közben benne van Bane. Tehát ezt a 4v4-et majd visszaszedni, megy a támadó Killjoy ult is. Hát ez... Igen. Itt még 7 másodpercig nem tudnak semmit csinálni. Pozíciókból is kiszorulnak esetleg, hogy közel legyenek. DRX-ek próbálnak ritékelni. Tegény DRX. És nem jönnek rá a Wildos játékosok. Jönnek, Chedi le tudja még lőni Quizgodot. 4v3-ban marad a Wild, valahogy megakadályozzák ezt a ritéket. Arbi le tudja lőni Rokkot, ki kötőből próbált érkezni. DRX-re egy hatalmas fejest láthatunk Quixire. De ide nagy kéne frag. Megvan a második és harmadikat füstön le tudja lőni, nem? És Chedi és Arbi fejezi be a kört. Talán most mintha egy picit jobban elrugaszkodott volna itt a Wild ezzel a 7-4-es eredménnyel. Meglódultak itt a fél idő végére. A kérdés, hogy mekkora előnnyel tudják majd az zárni. De valóban úgy fest, hogy felé lett a Wild Multigaming. Igen, és a Plague-nél azt láthatjuk itt a tabellán, hogy egyébként SLT a cserejátékosuk, úgy tűnik így 13-8, hogy jó teljesít egyenlőre, és eltudtunk tőle egyébként tőle. Nagyon is. Akár a második körértékű. Körértékű fregeket, igen. Viszont most mind a két csapatnál ott van a teljes fegyverzet, egy operátort is láthattunk oda, a Plague-nek a csetkétől. Így van most. Már egyenlőre csak egy ilyen kis zónázás, letartogatnak a Wildosok. Hát valami agressziót csinál a Plague, viszont nem szeretne ilyesfajta hibát most elvéteni, de arra is csapata. Egy a tapogatózás, szépen lassan viszont itt B elé lehet, hogy ki fognak sétálni Daeron puskájának a csöve elé. Nem. Így van, viszont SLT lesz itt megint fontos poziba. Bizony. De nem lesz könnyű helyzetben. Főleg úgy, hogy Chedi közben elhúzza DRX-et. Uha. SLT mennyit tud elvinni magával? Egyet se, Chedi megérkezik. Chedi! Jézus Mária. Hát ha egy szemében megnyert körök, akkor ez most Chedi köre. Így van. Triple Antivel Rocco még az ultiát megpróbálja kinyomni. 1v5-be utolsó kör nem menthet.
meg kell próbálnia valahogy lehozni azt a kört. Az első frag megvan neki, viszont Quixi egyből tudja refregálni Árbit. És a 8-4-es első félidőt Wild vezetéssel láthattunk. A végére szerintem itt sikerült bemelegedni a Wildnak, és úgy tűnik, hogy kisebbféle dominanciát láthattunk most tőlük. Jók voltak az agrózások a Plague-től, abszolút nekem tényleg nagyon szimpatikus volt ez a játék, de egy idő után azért a Wild már számított, azt gondolom, ezekre a Plague-ekre, és egyébként szerintem jó ütemben állt visszább a Plague ezekről, viszont úgy tűnik számomra, vagy úgy tűnt számomra, hogy onnantól kezdve, hogy ezek a körelei plusz információk plusz agrók nincsenek meg, onnantól kezdve egy kicsit, minthogyha a Wild lenne inkább előnyben. De majd most persze meglátjuk itt az oldalcsere után, hogy hogyan is néz ki ez a történet. Hát a pisztolykör körön nagyon sok fog múlni. Na, valahogy a Wild lehozná a pisztolykört, elég nehéz szituációban lenne itt a Plague, hogy megnyerje a mérkőzést. Az nagyon jó, viszont Rocco le tudja lőni vakon Chaddy-t. De nagyon közel voltak véleményem szerint a játékosok. Felpróbálkozik. Van, és nézd meg, mindenki visszamegy. Semmi információ nincs így a Wildnak. Hát, hogy Huszár így van, ki is fogja tolni a rövidet, hogy kis információt szerezzen a csapatának. Na, és merre megy a Plague, mert ha visszafordulnak rá, már pedig, hát nem is az, hogy visszafordulnak, letartották végig. Árbi. Tehát ezt a Plague ez meg fogja várni, ezeket a füstöket nem fogják elkövetni azt a szívességet, hogy áttolják. Így van, még bele sem mennek. Árbi tátvalkol, Rocco letartja. Három fregnél jár már Rocco. Láthatunk-e vajon még egy ász? DRX Frenzivel. Nem tudott freget szerezni. Lofápira lőtte Quixit. Ike próbálkozik a klasszikkal, viszont Dairon lefejeli őt falon. DRX már fut ki az ötödik fregre, aki Quixi. Egy flawless pisztolykör ismételten, ahogy láthattuk a legelső körbe a Plague-től. Épp ezt akartam mondani, hogy ezek a pisztolykörök ezek nagyon fekszenek, viszont ne felejtsük el, hogy a Wild ugye az előző fél időben ezt a második kört vissza tudta nyerni. Hát, így van. Van az a forgatókönyv, bár azért azt gondolom, hogy ez nem lesz olyan egyszerű most immáron a védő oldalról. Igen. Támadóban azért tudod keresni ott az 1v1-eket, sokkal igen, könnyebb, hogyha támadó oldalt vagy 1v1-et keresni. Itt, ahogy védekezel, nem tudsz mit csinálni, hogyha rájönnek 4-5-en, nincs esélyed, hogy 1v1-et keresse. Tehát valóban ez sokkal nehezebb lesz most lehozni a Wildnak. Ez a shorty mondjuk jót vihet, bár két freget azért nem adnék neki, maximum egyet. Meglátjuk majd, hogy milyen itt az összjáték Mike és Huszár között. Egyelőre azonban a Plague abszolút nem siet sehova. Nagyon szépen türelmesen várják. Nézd, a hosszon kicsit előre toltott a pozíciót, és ez egy nagyon jó bait and switch setup lehet. Ugye, hogy Quixi kontaktolni fog itt Daironnal, Árbi arra néz ki, viszont lehet, hogy a Ghostnak kilóg a csőve? Csak rosszul láttam itt a spectator módból. Így van, és Árbi most ki tudna nézni, viszont DRX számít rá, le tudja őt lőni. Dairon jön be, Quixi találkozni, viszont nem tudja lelőni. Dairon 5v3-ba jut be egy üres arakóra a Plague. Pillanatra megijedtem annál a füstölésnél, hogy ott elkapja a timingot Quixi. Itt viszont nagyon jó a flash, ezt most Chaddy abszolút el tudja hozni. DRX közben viszont leszedi IK-t. Chaddy innentől kezdve szerintem nem is nagyon fog tudni kijönni, ha csak nem kap Huszártól némi segítséget. Igen, hát kérdés, hogy mennyire van értelme itt a Wildnak menteni, és meg kell próbálni szerintem fregeket beszúrni, valamennyire minimálisan elrontani a pénzét a Plague-nek. Így van, Chaddy próbálkozik is ezzel, viszont 26 HP-n. Még egy flash-t is kap, és Rocco tudja befejezni ezt a kört. Hát közel egy flawless kört láthattunk ismételten a Plague részéről. No, és két körre zárkózik. De most a Plague. Kérdés, hogy érkezik-e most ebben a körben a válasz a Wildtól. Így van, hát hogyha valamikor, akkor most érkezik majd szerintem a válasz, hisz bónuszkörön van a Plague, három spektrét tartanak, illetve Dairon is úgy tűnik, hogy inkább majd a sheriffel fog próbálkozni. De ettől függetlenül lehet ezzel is kört hozni, akár egy nagyon jó kontakt vagy egy ráskörrel. Így van, esetleg csak itt infót próbál szerezni.
bőrövidet próbálják elfogalni. A plégesek viszont Husszárik megállítják ezt, hisz fölhúzták egyből az Astrának a füstjét. Azon pedig nem szeretnének átfolkolni a pléges játékosok, viszont eseti ment volna előre kontaktolni, de egyből oda is lett egy füst húzva. Ahova akar menni a plégot, füstöt húznak, vérakóra is, bárhol hallanak pléges játékost a vájdosok, egyből kimegy rájuk egy füst, és ezzel megakadályozva azzal az, hogy pozíciót szerezzenek. Igen, viszont most már elfogytak a utility-k innentől kezdve, testtel kell védekezni a huszárjéknak, huszár tudja is, ki is néz, ott is van entry. Ember hátrányban támad mostantól a Plague. Kérdés, hogy merre a Spike szépen lassan, minthogyha A felé próbálna zárkózni. Byron viszont még itt van B-n és szeretné eladni ezt a történetet. Pixi még nem ment ki, viszont hátrébb állt Assight-on. Hát, hogyha jól látom, akkor számít erre a Wild. Most már abszolút, most már tudatában vannak annak, hogy ez történik. Két fős az elvédelem, húzódik a fal. Hát ez innentől nem lehet más, csak egy wild kör. Így van. Időből is kifogytak, nagyon jó lesz itt a crossfire. Egy flow lesz kör. Most nem a Plague, most a wild részéről. Úgyhogy nehéz volt a dolguk a plégeseknek ugye a 4 spectre miatt, de teljesen jól működött a védelme a Wide-nak. Nekem nagyon tetszett, hogy bárhol, ahol hallottak, vagy úgy érezték, hogy be fog kontaktolni egy játékos, vagy területet próbál szerezni, a Plague egyből dobták rá a füstöt. Ezzel meg is nyerték ezt a kört. Viszont most érkezik az igazi erődemonstráció. Mind a két csapatnál van náluk, illetve fantomok vannak. Nézd meg, csedélyek jönnek előre területet foglalni. Hát nem is jönnek előre, repülnek kifelé a madár után. SLT megint próbálkozik itt B-hosszún. Ezúttal kicsit agresszívabban, most már nem csak az infót próbálja elcsípni, hanem IK-vel is szeretne végezni. Csedi és Árbi között pedig a pisztolykörben is látott, vagyis hogy egy pisztolyos körükben látott setup. Viszont B-re érkezik itt a támadás, DRX robog befele, hoppá! Elkapkodja őt hátulról a bot, amit nem lőnek le a társak. Hát ez egy 5-5 triték lesz igazából. Így van, a Skynak az ultiára próbálnak meg kirobbanni, viszont ahogy látom, azt most már elnyomta a Wide. Hopp. Így van, DRX-re nem számítanak, aki áttolja a füstöt. És Tyron még le tudja lőni Husszárt, 4v3, úgyhogy Árbi válaszolt egy freggel. Itt kell le tudja még lőni falon Tyront, 3v3. És ki vannak szorulva rakóról a pléges játékosok? Na. Hallják, hogy elkezdik szedni a bombát. Füstön kéne kitudni, illetve Rokko még a flankkel próbálkozik, ami nagyon jól sül el, hisz le tudta lőni Jikkét. Árbi válaszol, esetét le tudja még fregelni. 2v2 viszont sok esélyük végig szedni. Kizárt már onnan, és ez jó lehet így. Abszolút jó is. Rokko és Chris megoldják ezt a kört. Gyönyörűen használta itt Rokko a farkasát, mind a két játékos leszlánulta vele, és együtt kinéztek társával. Nagyon jó megérzés volt egyébként, hogy ezt a B-rakót választották. Ugye láthattuk, hogy hárman egy olyan asszetepot állított fel a Wild, amiben hogyha belefutnak, kevés esély lett volna arra, hogy ezt megnyerje a Plague. Viszont a döntés az helytálló volt, egy üres rakóra bementek. És megnyerték a kört. Hát Rokko egyébként abszolút feltámadt itt a második fél időben. Ráadásul nem csak a mennyiségre gondolok, hanem tényleg a minőség is. Hát gyakorlatilag az, hogy először ugye linkből el tudott kapni egy játékost, utána pedig visszarotált, az csak egy körértékű play volt. SLT próbálkozik ismételten, egyre-egyre agresszívabb itt minden körben. Közelebb már lehet, hogy be is ugrik hosszúról. Daironnak nem akad be multiával, a késekkel a fejes. És attól függetlenül, hogy pisztolyokkal van most a Plague, nem szeretné ezt elsietni. Információt próbálnak arról szerezni, hogy a Wild valamit kitolta, de Wild nemes egyszerűséggel egy passzív kört mutat nekünk. És úgy tűnik, hogy nem is pisztolyok vannak, rosszul láttam akkor a DRX és SLT kezébe is ott van a Vandal. Illetve DRX-nek van még ultia, amivel
nemes egyszerűséggel területet, illetve infót tud szerezni a társainak, ahogy jönnek be rakóra. Így van, érkezik is az ulti, és két freggel DRX és Rocco be tud jutni C rakóra. 5v3-ba marad. Hát ez lég, hatalmas. Füst még van CT-n. Lehet, hogy el kell gondolkozni azon, hogy mentsék ki a fegyvereket a vájdosoknak. Úgy látom, hogy nem is gondolkoznak, ez a döntés már megszületett, és vonulnak is kifelé Quixiék. Egyébként ugye a Plague-nél egyedül a Jett nem vett semmit. Ott volt az ulti, csak az első négy kést nem láthattuk, hogy hova dobta el. Így van. Hogy nekem legalábbis nem rémlik, az utolsóra becsatlakoztunk természetesen A-hosszúra. 8-9-re fog ezzel följönni a Plague. Úgy tűnik, hogy itt a második fél időben most nem lesz dominancia, mint amit a első két mérkőzésen láthattunk. Végig szoros. Fej-fej mellett haladnak. A igen, és abszolút benne van a csavar is a végeredményben. Úgyhogy amit kértünk, megkaptunk. Nagyon szoros mérkőzésen lehetünk már most. Azt gondolom, hogy ha innentől kezdve bármelyik csapat akár az összes kört megnyeri egyhuzamban, amit erősen kétlek, akkor is azt mondhatjuk, hogy igen, csak tisztességesen küzdenek az urak egymással. Ugyan is nézd, a White-tól ismételtem, így szerintem van. Ez a setupjuk fog érkezni. Early-ben megszerzik a területet, és utána bait and switch setupot fogják alkalmazni. Így van, cserítől jön is a füst, illetve flash. Herbie, talán most egy fokkal? Nem. A jól bevált nem. Helyére. Így van. De itt kicsit könnyebb dolguk van, mint pisztoly körbe, ahogy láthattuk, hogy beleszaladtak a célkeresztbe. Oha. Itt a Vandárral egy információt szereznek, és a füst nagyon jó árbira, át kell majd tolja a füstöt, hogy segítsen a társának. Kettő felet el tudnak lőni, és DRX válaszol le, aki le tudta lőni árbit, illetve Chris God is megérkezik. Chadit lövi le, 3v3-ban marad a Plague. Igen, láttam még ott Csaditól egy kill, de így, hogy érkezett ez a flash, hát döntenie kellett, hogy vakul és úgy próbálkozik, vagy nem. Ezt nagyon szépen kihasználták. Huszár viszont lebuktat egy embert itt középen. Eseltéről tudják, hogy itt van még valahol B előtt. Igazából ez a 3v3, ez még bárkinél is landolhatna, de én azt gondolom, hogy a Plague itt előnyben van mindenképpen. Meg próbálnak területet szerezni a Vájdos játékosok, a Viper előre ment C hosszún Ike személyébe, aki kitolta. A robot az még füstön, és keresztül is lelövi a seltét. Hát lehet, hogy ki fogják kerülni itt a Vájdos játékosokat egy az egyben, nézz oda, pont megtalálják a részt a pajzson. Igen, nagy kérdés, hogy Ike-re számítanak-e? A Vájdnak nem olyan nagy baj ez, hisz Ike nagyon jó pozícióban van. Így van. De eseti ezért forgolódik ide. Hát Ike el tudja kapni a Spike-ot rakó játékost. Közben Huszár is oda szúrt egy killt. 2v1 viszont már elég jól néz ki, és Quixibe is fejezi ezt a kört. Hát megnyerte ezt a kört szerintem Ike. Nagyon igen. Fontos volt, hogy ott a Spike-ot plantoló játékos le tudja még időbe lőni. Nem is számított, hogy nem multikill lett, ugye, hogy nem lőtt egynél több freget. Teljes mértékben elég volt ez a Vágynak. Rengeteg időt nyert ezzel a csapatuk. Nézd meg, pénz van még mindkét csapatnál, viszont a Vágynál már három ultit is láthatunk. Ugye Vipernak az ultia, Ritékre klatcsolni tökéletesen jól lehet vele. Huszárnak a killjoyán a ultiával bármelyik rakót könnyedén ritékelik. Hát ha be is jut a Plague egy rakóra, nagyon nehéz dolguk lesz. Hát lássuk, hogy bejutnak-e majd a rakóra. Bár egyelőre úgy látom, hogy nem fogja elkapár. Eseltén megint itt van közel egyébként. Ikkétől kijön az ulti, úgyhogy vissza kell vonulni. Ér mindenki biztonságban, eseltének a páncélja bánta egy picit ezt a találkozást, de azért komolyabb sebzés nem történt. Megint egy jól bevált B, azért még van bőven. Igen, és nagyon sokat üst. Látom most itt ezen a mérkőzésen a Wide-ot. Úgy védik a B rakót, hogy igazából RB itt a közelében játszik, és három füstöt. Egy Viper füstöt használnak, illetve RB két füstöt is kidob ide. Igen. Így van, még egy húzást is benyom, hogy biztosan egy Plague játékos se jusson be arra a B-rakóra.
Na. Van, és még ha nézed a minimapot a plague-nél, úgy kell bejutni, hogy van róluk info, illetve a molotovot fölhúzza a huszár kilgyójával. Oha, Csedi. Elment az ember mellett a füstbe. Most viszont Aaronnak így megvan az info, egyre jó. Quixi viszont trédel. Egy-egyes csere. És érkezik. Érkezik Killjoy a Killjoy ulti a védőktől, és ha jól láttam, a pléges Killjoy még ki tudott dobni egy molotovot a bombára, hogy ezt nem tudják időben kilőni a bájdos játékosok, nagyon nagy bajba lehetnek. Egy játékos bestunnolódik, a fal nagyon jó! Nagyon jó a széstől a fal, viszont nem bírja a huszár végigszedni, hisz ott van a Killjoynek a molotovja a bombán. Valahogy ki kéne turni füstön, illetve falon át bombát szedő Quixit viszont nem tudják, felszedik Quixi a bombát! 11-8-ra módosul. Gyönyörű döntés volt. Sage-nek a fala igazából. Láthatjuk, Quixi 7-12-ben van, mondhatni annyira nem megy neki, mint amit mondjuk láthattunk a nemzetközi kvalifikáció, mennyire jól játszott. Viszont nem kell fregelni, hogyha ennyire képbe vagy a képességekkel a karakterednek, hogy hogy kell vele játszani. Én kimerem mondani, hogy egy személyben nyerte meg az a fala kört. Hát illetve azt se felejtsük el, hogy ő volt az, aki most Daeront ugye visszatrédelte, ott azért én láttam azt a szenáriót, hogy a Jethoz még egy killt, ezt Quixi szépen abszolválta, és így maradt lehetősége tulajdonképpen egyáltalán azt a falat felhozni. Hoppá, Daeront nem hiszem, hogy meglátták, mondjuk érkezik rá a farkas, úgyhogy most már lesz info egész biztosan. Pont érkezhet az átámadás, amiből még túl sokat nem láttunk egyébként a Plague oldaláról, a Wild pedig nagyon szerette. Három védőjátékos is itt van egyébként. Igen, kicsit fura volt nekem, hogy a Skynek kiadt az ulti, és nem próbáltak meg bejutni vele a pléges játékosok. Mert nem voltak elég bátrak, hogy áttolják a füsteket. Nézd, a huszár hol jár? Huszár már tényleg T-kezdőt tudja tisztázni. Ezáltal három wide-os játékos is arra kont tud lenni. Át kell tolni a Viper-nek a falát, vagy átpróbál rajta ugrani. Dairon egy-egyes trédet láthatunk, esetleg elővi Arbit, aki Quixi tud refragelni. Chris God is itt van. 3v2-ben marad a plég. Nem tudták megfogni teljes mértékben hárman ezt az arakót a Vájdosok. Huszáról van info, be is van stunnolódva. Esetének itt egy nagyon könnyű frege van, vagy refrege, 2v1. Így kell marad egyedül. Láthattunk már tőle, ugye, hogy clutchot hozott. Bár akkor volt ultia, illetve támadó oldalon volt. Most kell valahogy ulti nélkül, de Esetén letartja, és egy Esetén tripla. Ismételten nagyot húzott. 17-13. Mármint 17-13-ban van SLT, a cserejátékos. Így van, hát azért... ezek a cserejátékosok egész szépen beválnak a mai nap folyamán, úgy látom. Tényleg mondhatjuk, hogy egy rituálé, már annak ellenére, hogy jelezted, hogy itt azért történt egy cserbenhagyásos gázolás is, ugyebár. Így van. De hozzák amit kell a cserejátékosok, sőt SLT még akár adott esetben többet is. Igen, és nézd meg, nagyon kevés pénz van itt a Wide-nál, ugye csak sheriffek érkeznek, talán még valaki egy kisebb kaliberű fegyver, talán egy Marshallt rávett, azt nem vagyok benne biztos, hogy jól láttam, így van, Quixinél ott is van a Marshall, viszont papíron most azért a Plague-nek nagyon nagy előnye van, ugye a pisztolyokkal szembe. A Plague Sky egyedül fog ránézni, vagy megvárja a társát, így van, Dairon megvárja. És Vandallal ki tudja fejelni Quixit, esélyt nem adott neki, hogy visszamenjen egy lövés után. Hoppá! Huszár ugyanez a másik oldalon cserébe. Igen, az árakó az esélyt. Üres, teljes egészében, és ezekkel a pisztolyokkal ritékelni, hát lesz, de nem vagyok benne biztos, hogy sikeres riték lesz. Aaron nagyon keresi egyébként itt a kontaktokat, végig borzasztó agresszívan játszik, és az az igazság, hogy nagy részüket el is tudja hozni. Érkeznek ebbe felé huszárék most a vakítás után. Dairon. Dupla. DRX még egy. Ike válaszol. Végül Chris God fejezi be a kört. Egy kör differencia, Cupi. Így van. Nem volt még sok mérkőzésünk, de elmondhatjuk, hogy ez a legszorosabb. És tényleg fejfejemelje, hogy haladnak itt a csapatok. Bár még vezet a Wide. De azért azt nézzük, hogyha ezt a kört lehozza valahogy a Plague, akkor nem marad túl sok pénz a Wild számára. Akkor szorulhat is a hurok, hogy úgy fogalmazzak a Wild számára, de ehhez az szükséges, hogy a Plague valahogy megnyeri ezt a kört.
mindkét oldalon kettő darab ultit láthatunk. Uha! Dairon még időbe vissza tud menni. Árvi egy kicsit falon még le is tudta őt sebezni. És nézd meg az Omen is. Igazából a Plague-nél felszedett egy orbot, amivel már három ultinál tart. Esetleg. Ráadásul Ike kapott egy nagyobb sebzést, amit most orvosolnak, de ezért kevesebb lesz a HP összességében. Igen, talán most itt a legfontosabb DRX-nek az ultia lesz, ugyanúgyha pléges játékosok valamelyik rakóra majd megpróbálnak együtt bemenni, ha. Akkor ott tud majd nekik infót szerezni. A flash nagyon jól érzi Chedi, le is tudja lőni Dauront, 5v4, időben vissza tudott érkezni a rakóra. Kis érkezett tőle az ulti, hogy információt szerezzen a Plague-ről. A Plague már C-hosszún van. Így van, DRX-től érkezik és az ulti. Ikkivel fogja szembe találni magát, ki le tudja lőni DRX-nek az ultiját. Ketten maradnak C-hosszún, illetve a füst is érkezik Ikkének. Esetének meg kell szakítsa az ultiját. És tényleg meg szólják ki Huszárék. Jajjaj. Nem tudja lelőni Huszár. És Chedi borzasztó jó pozícióba lehet. Ennek egymásra a flash-ek, mindenki vak. Viszont Chedi el tud ugrani, be van szorulva. Rokó megy rá. Érkezik a farkas. Eltalálja? Nem, talán. Egy HP, valaki eltalálta, igen. De pont túlélte. 5 HP-ja maradt Chedinek. Hú, Chedi. Pont föl tudják healelni. Nem mondod. Nem mondod komolyan. Hogy Chedi? Élte túl lesz Chedi? Hát én már elkönyveltem, hogy ott meg fog halni, ha még egy fregét be is tudott volna szúrni. Pontosabban a második fregét be tudta volna szúrni. Valahogy pont ki tudott ugrálni. És ha jól láttam, pont egy Viper fal segített neki. Nagyon jó ütembe húzta föl, vagy igazából lehet, hogy Chedi kérte Ikkét, hogy húzza föl neki a Vipernek a falat, és akkor vissza tud szépen ugrálni. Két matchpont is van most itt a White számára. Valószínűleg el akarják dönteni ezt a mérkőzést. Már ugye overtime-unk nem lehetséges itt az alapszakasz folyamán. Tehát, hogyha valahogy 12-12 lenne, akkor döntetlen is osztoznak a pénznyereményen. És megint a szokásos felállás itt B előtt, ahova a Plague úgy látszik, hogy szeretne bejutni, vagy legalábbis szeretné eltüntetni innen az Astra jutikat. Pont. Talán amit keveset láthattunk, hogy RB itt is maradt volna. B-side környékén most sem lesz így, már húzódik kifelé, C-re számít a Wild egyelőre, de igazából nem lesznek olyan rossz pozícióban itt B-re sem. Quixi ott hagyta társát egyedül án, és próbálja itt még távol tartani a pléges játékosokat. Nem meg a pléges játékosok lefüstölik a robotot. Nagyon jól lehet, hisz így a információtól elvesznek, bár hangoskodnak és be is jutnak a pléges játékosokra a kóra. RB, illetve Quixi fog itt találkozni emberekkel. RB egy hatalmas fejes rak esetére, viszont betalált. Betalálta őt a farkas, Dairon tudott rá válaszolni, a standoló RB-t lelőni. Quixinek kéne egy játékos lenőni, viszont itt kell tud duplázni. 4v2-be, matchponton van a Wild, így kéne ritékelni 4v1-be. És már szedik is a Spike-ot, és Huszár tudja befejezni a mérkőzést. Gyönyörű mérkőzés, egy szoros izgalmakkal teli. Gratified, úgy tűnik, 13-10-re megérkezett és megnyerték a mérkőzést. Megérkezett Scorch és vegyütt a szoros mérkőzés, és én hát nagyon örülök. Hát 13-10 a nap legszorosabb meccs, de aztán végül jött a papírforma, tehát azért végül is a tippetek nem veszélybe volt. Mondhatok, hogy fejfelmet van a két csapat, de itt a Wild mindig vezetett, tehát hogy itt a végén is azért náluk volt még az utolsó pillanatban is talán a lépéselőny. És itt a végén láttuk, hogy azért, hogyha emberi szituációról van szó, akkor be tudják fejezni akár a meccset. A Vádistár győzelmmel kezdett, ezzel így már ők is 3 ponttal a tabellán. Meccsembere nálatok, srácok? Hú, hát ez most borzasztó nehéz lenne igazából szerintem megmondani. Chedinek voltak gyönyörű megmozdulásai. Gondolok itt az utolsó előtti körben azokra a Michael Flatley-s move-okra, amikkel kitáncolt valahogy az őt üldöző játékosok keresztüzéből. Talán nekem ő az egyik oldalról, és hagyj emeljek ki a másik oldalról is valakit. És itt is bajba vagyok, hogy SLT vagy pedig Dairon az, aki a szimpatikusabb. Úgyhogy 3-at is tudnék mondani kapásból. Úgy van. Én egyébként azt a Wildból szerintem én nem emelnék ki senkit. Én úgy gondolom, hogy ők csapatszinten játszottak nagyon jól.
Hát meg bocsánat, Ike, tehát hány 1v1-et nyert meg, meg 1v1-et nyert meg, tehát ez azért amellett se sétáljunk el, főleg egy ilyen szoros végeredménynél. Így van, valóban. Kettő klács szerintem minimum volt a zsebébe így a mérkőzés végére. Én azt mondanám, hogy a Plague SLT miatt tudta tartani a lépést itt a Wilddal. Nélküle szerintem nehéz dolguk lett volna, attól függetlenül, hogy cserejátékos volt, és lehet, hogy nem illeszkedett be annyira a csapatjátékba, viszont a fregeket azokat hozta. Sajnálom, hogy nincsen interjúnk egyébként a mérkőzés után, amit a következő meccs után lesz. Most mondjuk eleve a vesztes oldalról van szó, hogy mi megkérdeztem, hogy tegyük, mi lett volna, hogyha tegyük, hogy Zoci játszik. De tök, hogy elmondta Cupix, hogy Cupix, hogy szerinted nem a beugró múlott ez a meccs. Én is úgy érzem, hogy a beugró szerintem hozta még, ráadás lett, hogy a plafont is lehozta itt most ezen a meccsen. Hát lehet, cserejátékosként, majd kezdőjátékos lesz a fél idő után. De... Igen, és bocsánat, hogy beleszólok, meg ezt el akartam mondani, hogy én nem gondoltam volna, hogy a Plague egyébként ennyire jól tud játszani. Én azt hittem, hogy sokkal gyengébb játékot képviselnek. De így, hogy tényleg mondhatjuk szerintem, hogy megszorongatták itt a Wilddot. Abszolút nem számítottam erre. Pályán múlott esetleg Scorch, vagy úgy gondolta, hogy nem a pályán múlott itt most a meccs szorossága? Nem gondolnám, tehát itt volt alapvetően az a szenárió, ami simán eredményezhetett volna egy Plague győzelmet, 12-10-nél volt talán, amikor Cupi azt mondta, hogy na, hogyha ezt most nem nyeri meg itt a Wild, vagy 11-10-nél, akkor elfogy a pénzük, és akkor hatalmas baj, sőt, akár X is lehet, sőt, én onnan tovább menve gyakorlatilag láttam azt is, hogy akár itt ezt a Plague-be húzza. Nekem nagyon tetszett az agresszív és a kezdeményező játékuk, ami mind a védő, mind pedig a támadó oldalukat kiválóan jellemezte. Abszolút, szerintem 100-nak is egy a vége, a Wild végül megérdemelten nyert, a Plague-et azért lehet fel kell írnunk a top 4-es listánkra majd, meglátjuk, hogy olyan közel jövő, hogyan játszanak, holnap is lesz szerintem Plague mérkőzés, úgyhogy őket is visszaváljuk ide az MNAP Valorant szezonjába, mindenki ugye kétszer játszik ráadásul mindenkivel, tehát lesz ennek a meccsnek egy visszavágója is majd, kíváncsi leszek, hogy ott is esetleg SLT játszik-e majd Zotyi, meglátjuk, hogy az a meccs hogyan alakul majd, szerintem a Wild nem fogja még egyszer ezt a bajnot beengedni, hiszen láttuk itt azért, hogy rezgett a léc. No de, mi lapozzunk tovább, érkezhet a mai nap utolsó mérkőzése. Elmegyünk egy pár percre, utána jövünk vissza. Felejtjétek, jön a Lenovo Homebrew Legion és a Békés Csabai Esport Egyesület összecsapása a mai nap utolsó meccse, itt az MNAP Valorant első napján. Amint elkezdik igazából szedni a bombát, jön is ki a kígyógyult, így van. És nem tudnak ezzel mit csinálni az idéses játékosok, pláne, hogy még a Breach-nek az ultija is kijön. Hát ki kéne valahogy szaladni, hogy ezt a Killjoy ultit kilőjük, de hát nem tudunk kimenni, mert a Breach-nek az ultija nem enged. Bele is standolódik a bombán Szirno, akit side fog lelőni, így van, le is lőtte őt, viszont Shortman ki egyből refregette, és Dacloranék átrobbannak az Astra ultin.